Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Agora kísérletezős videósorozatában. Ebben a videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogyan varázsolhatunk vulkánkitörést egy kis kémia segítségével. Vágjunk is bele! A kísérlethez szükségünk lesz egy kis, szűkszájú pohára vagy tartóra, egy kevés szódabikarbónára és ételecetre, amit megszínezünk vagy ételfestékkel, vagy temperával. Szórjuk a szódabikarbónát a kis edényünkbe, és öntsük rá az ecetet. Figyeljük meg, mi történik! Az ecet és a szódabikarbóna reakciója során szén-dioxid gáz fejlődik, ezt tapasztalhatjuk nagyon heves pezsgés, buborékolás formájában. Megfelelő edényben elvégezve a kísérletet, a hirtelen nagy mennyiségben képződött hab lávaszerűen távozik, mintha vulkánból ömlene ki. Abban az esetben, ha nem találunk megfelelő alakú edényként, sógyurmából mi magunk is készíthetünk egy kitörésre váró vulkánt, ilyenkor egy fólia segítségével könnyen tisztán tarthatjuk az elkészített vulkán alapot a kísérlet közben. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Amennyiben ti magatok is szeretnétek elvégezni a kísérletet, kérjétek hozzá felnőtt segítségét, ha pedig több érdekességre is kíváncsiak vagytok, látogassatok el a honlapunkra, és kövessétek Facebook oldalunkat. Sziasztok!